Jó estét kívánok, szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Kezdjük a Germániát, a műsor első részében beszélgetünk majd a bajnok esélyes csapatokról, tehát a Bayern Münchenről és az RB Leipzigről. Lewandowski triplázott a Bayernben, most már 35 gólnál jár a bajnokságban, ez pedig egyéni csúcs. A műsor következő részében majd a BL-ért harcoló további csapatok jönnek, köztük az a Dortmund, amely nem áll túl jól ebben a versenyfutásban, és hát beszélgetünk majd arról is, hogy vajon meg tudja tartani az együttes Hollandot abban az esetben, hogyha nem jön össze az első négy hely valamelyike. A harmadik részben beszélgetünk majd azokról a csapatokról, amelyek harcolnak a kiesés elkerüléséért. Megmutatjuk majd, hogy hogyan nyert a Dárdai Pál együttese. Salai Roland pedig nem ebbe a kategóriába tartozik a Freiburg, de gólt szerzett, úgyhogy ezt is felidézzük majd. SMS-ben, e-mailen, a Facebookon, illetve a Twitteren várjuk a hozzászólásaikat. Írják meg, hogy önök szerint a Dortmund bajnokok ligáját érő helyen végeze, illetve hogy mi lesz Erling Haaland sorsa szezon végén. Mészáros Ábelt és Hajdú Attilát köszöntöm szeretettel itt a stúdióban. Hát Ábelnek szerintem nem volt könnyű dolga, annyira sok gól volt a fordulóban. Szebbnél szebbek, most jöjjenek a legeslegszebbek. Gnabry, Silva, illetve Zéfők góljára lehet szavazni, voksoljanak a honlapunkon, vagy a Facebookon, a Germánia Sport TV-n csoportban. Nem változott a különbség az első két helyezett között, továbbra is 4 pont a Bayern előnye az RB Leipzig előtt, mert hogy mind a két együttes nyerni tudott a hétvégén, ez a hétfő témája. Kezdjünk a Bayern München csapatával, amely a Stuttgartot fogadta, és hát nem számítottunk azt hiszem könnyű találkozóra a Bayern szempontjából, és hát nagyjából azért a két gyors játékos párharcára azt hiszem mindenki kíváncsi volt, Davis, illetve Wamangituka teljesítményére vártunk, csak hogy egy picit más lett a forgatókönyv, mert hogy mind a két játékos kiesett az első félidőben. Davis kiállították nagyon korán, mert hogy elég csúnyán odalépett Endónak. Igen, igazából nagyon furcsa, hogy kevés ilyen meccs van, amikor a kiállítás úgymond pozitívan befolyásolja annak a csapatnak a sorsát, amelyik elszenvedte, de itt ez történt a Bayernnél, tehát nagyjából az első 11-5 percben volt 5 Stuttgart lövés és egy Bayern próbálkozás, és ott voltak a lehetőségek, és aztán utána egy teljesen más Bayernt láthattunk, igazából ugye az okaik az inkább azok voltak, hogy sokkal mélyebbre jöttek vissza a Müllerék, és nagyon sok helyen lehetett olvasni, hogy Müller mennyire átvette az irányítás, és elkezdte dirigálni a többieket, és hogy rengeteg dologban, ugye Alabának, ugye, aki a középpályán kezdte, majd beindult a bal hátvédben, Goretzka egy maga szerintem ijedetlen munkát rakott bele, Müller és Gnabry a visszalépésekkel, ugye azzal, hogy Lewandowskit is láthatjuk nagyon sokszor mélyen a saját térfelén, és igazából erre a Stuttgart nem nagyon tudott mit válaszolni, mert a három belső védők nem mindig egyszer-kétszer volt, amikor jöttek velük, és akkor feladták a területeket, de nagyon sokszor a középpályán kerültek létszámhátrányba, és abból jöttek ezek a hihetetlen gólok, amiket majd látni fogunk. Mutatjuk majd, de akkor először is vissza a két gyors játékoshoz, tehát Davist kiállították, emberhátrányba került a Bayern, aztán Wamangitukát pedig sérülés miatt le kellett cserélni. Igen, hát láthattuk ugye a Davisnek a szabálytalanságát, amiért piros lap járt, egyébként kétszer megfutották már őt ez alatt a 10 perc igen alatt, tehát nem volt szerintem úgy fejbe sem oké. És akkor jött ez a nagyon sajnálatos sérülés, amit láthatunk valóban,
Szilásznak egy komoly sérülése lett, hát azt a nagy sebességet azt meg kell fogni a végén, ez most sajnos nem sikerült. Ugye kifordult a térde, és most már tudjuk, hogy térszalagszakadás szenvedett. Így módon véget ért a... Igen, itt láthatjuk, hogy... Érdekes, hogy állában milyen jól védekezte ezt a szituációt, ugye, hogy nem, pedig valószínűleg azért lassabb mindig. Kitámaszt, és itt... De hogy végig testtel nyomta, és igen. Ugye az kiderült utána, hogy 6-8 hónap kihagyás vár rá, ami nyilván szörnyű, és ugye pont Sasa Kalajdzsics volt, aki a pályán volt, neki volt egy 10 hónapos, aki egyébként ebből nagyon jól jött vissza, úgyhogy én ugyanezeket kívánom neki, hogy minél gyorsabban pályán láthatjuk őt. Szóval aztán egészen elképesztő, hogy milyen teljesítmény nyújtott ezen a meccsen a Bayern München, mert hogy 4-0-ra megnyerte a találkozót, tehát az első fél időben sikerült ezt lerendezni egy Lewandowski show-val gyakorlatilag. Hát, mint ahogy mindig most is ugye magasztaljuk Lewandowski-t. Hát a jelzők azok elfogytak lassan. Ez így van, tényleg elképesztő, talán ezt lehet, úgy, ahogy egyébként a Bayern játékát is, hogy többször volt már ennél sokkal nagyobb és nehezebb helyzetekben, mert ugye most emberhátrányban mi van, a görcs jeleit nem lehet látni a játékosokon, főleg egyébként ezen a meccsen, ahogy Ábel is mondta, Müller-en, hiszen akkor kezdtek felszabadultan játszani, akkor lehetett azt érezni, hogy játsszák a focit, hogy bennük van a második szándék, a harmadik szándék, tehát nem csak görcsösen az első szándékot játsszák, és hát ugye Lewandowskiról sokszor beszéltünk, hasonlóan felszabadultan, igaz, hogy sokan nem támadják a levegőbe, de hiba nélkül, tehát minden mozzanata hiba nélküli volt ezekben a percekben, tényleg elfogytak a jelzők az ő játékára. Bő 20 perc alatt szerezte ezt a 3 gólt. Tavaly összesen volt 34 találata, most pedig már 35-nél jár, úgyhogy ez egyéni csúcs. Igen, igazából két dolog volt ebben érdekes, hogy a Goreckának a beindulásai, ami mind a kettőnél ő volt az, aki legalább zavart keltett, ugye az egyiknél ott Anton volt, aki őt felvette, és ő ott hagyta Lewandowskit Mavropanosra, aki ezt így annyira nem reagálta le, és ott így tudott fejelni, illetve előtte, utána pedig a visszatámadásnál, ahol ugye így tudott Lewandowski helyzetbe kerülni. Ebben az érdekes ebben a 271 gólban, illetve abban, amit idén teljesít, hogy ő nagyjából ugye van a várató gólok nevű statisztika, ami azt méri, hogy körülbelül a helyzetekhez képest mennyivel tudja jobban befejezni. Ez ugye a karrierje során ez ilyen plusz 3-ban állt, tehát 194-re 197 gólt tört, viszont ebben a szezonban 11-el rúg többet, mint amennyit a helyzetek jelentenek neki. Tehát ez tényleg az a szezon, ahol nagyon-nagyon jönnek neki, és ugye ezen a meccsen is lehetett látni, hogy ezek úgymond nagyobb helyzetek, de nyilván nem a 100%-os kategória, és tényleg egy olyan flow-ba van most, amiből... Most éppen 8 meccsen talált be zsinórban, 13-szor egyébként. Most... Meg lesz a 40? Hát ugye vannak erre számítások, elkészült a számítás, hogy a saját átlagát hozza még ebben a bajnokságban, akkor azt hiszem 42 jött ki a végén, tehát meg lesz, de egyébként ő már eléri azt a határt lassan, hogy több gólt ér el, amennyi helyzetbe kerül. Tehát most ezt a határt feszegeti Lewandowski. Lewandowski 3 gólját láttuk már, illetve a negyediket is egyébként, mert hogy Gnabry ott van a legszebbek között, de most Attila ki is elemzi ezt nekünk. Igen, hát ejtettem szót arról, hogy esetlegesen görcsös lehet egy csapat, hogyha ember hátrányba kerül, és ha valaki görcsös, akkor első szándékból játszik. Ez a gól egyébként nem véletlenül került a legszebbek közé, mert gyönyörű, de arra én azt szeretném kiemelni belőle, hogy Müller zseniális az előkészítése egyébként. Ebből a helyzetből az első szándék az lett volna, hogy kapura rúgja a labdát. A második az, hogy Gnabrynak passzolja, aki egyébként kéri már itt a labdát, hiszen olyan ügyesen van, de nem hogy másod, hanem a harmadik jön, ugye Zánénak fogja passzolni egy titokpasszal a labdát, tehát elképesztő felszabadultan játszott Müller, és valóban összekapta a csapatot. De azért Zané sem megy ugye a szomszédba egy kis rafinériáért, hiszen az első szándék az lenne, hogy kapura rúgja, hiszen ott van előtte a helyzet, de ő sem ezt teszi, hanem második szándékból passzolja vissza Gnabrynak, aki végre megkapja, és nagyon szépen passzolja a bal sarokba. Tehát egyszerre több meghatározó játékos került ilyen állapotba ugye a kiállítás után, és zseniális megoldásokkal gyakorlatilag teletömték az ellenfél kapuját.
Összességében 78 rugott gólnál jár a Bayern München. Ez is rekord 26 forduló után, úgyhogy hihetetlen magasságokban az együttes ismét. Jön a fő rivális, a legfőbb kihívó, az RB Leipzig. Egyébként a két együttes majd egymás ellen játszik a válogatott szünet utáni első fordulóban. A Lipcse csak egy gólt szerzett, de ezért a győzelemért is ugyanúgy 3 pontot adnak. Egyébként végig nagyon dominált a mérkőzésen a lipcsei csapata Bielefeld ellen. Végül is tehát 1-0-ra sikerült megnyerni az összecsapást, de rengeteg helyzete volt a csapatnak. Igen, és elsősorban azért, amiről ugye a Kicker átnevezte őket Rasen Ballbesitz sportra, tehát Rasen labdatartás. Ugye ez ami ugye egyébként a magától a Red Bull filozófiától elég ilyen messze van, mondjuk Ralf Rangnick lehet, hogy ki is akadt volna ezen, de ugye Nagelsmann alatt azért megszokhattuk, hogy annyira domináns a Lipcse, ugye ezen a meccsen 82% körül volt náluk a labda, ami ilyen félelmetes, és a Bielefeldnek tele voltak ilyen játékosai, akik 10 alatti passzal végeztek. Ugye Ricudoának, aki a legkreatívabb Bielefeld, ez 3 passzal zárt 90 perc alatt 17 kísérletből. És ez abszolút arról szól, hogy amekkora nyomást csinált a Lipcse, és amennyire, nyilván többször volt ez, ezt Nagelsmann is mondta, hogy többször volt az, hogy kicsit túlbiztosították néha a játékot, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk Willy Orbán mit csinált középső védőben az Upamecano helyett, rengeteg, én nem is láttam tőle még ilyet, hogy 4-5 olyan megindulása volt, amit tényleg Upamecanót idézte, és ez mennyire rendszer szinten van, és kezdve ezt akarom ebből kihozni, hogy tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy kik játszanak a Lipcsőben, mert maga a struktúra, és az persze változik felállás illetően, vagy az, hogy formáció, de az, hogy a területeket ahogy betöltik, vagy ahogy amilyen megoldásokat kitalál Nagelsmann, az annyira erős, és annyira folytogató, hogy lehet látni a bal oldalon a Bielefeldnek a hőtérképet, tehát ott ugye egy Stefan Ortega az, aki ott a saját kapujáról rugdossa, és lehet látni a Lipcsét, hogy ők hol voltak, tehát ez mindent elmond szerintem, hogy ez mennyire egyoldalú és domináns meccs volt a Lipcse számáról. Zabicernek ez volt az 50. gólja tétmérkőzésen az RB Leipzig színeiben, és most akkor ezt a találatot is láthatjuk a hibával. Hát, hogyha a Bayern meccsen annál a gólnál Müllert emeltük ki, akkor itt Dani Olmo az, akit ki kell emelni ennél a gólnál, ő az, aki a labdavesztés után visszaszerzi, hát végülis elé pattan, de ő volt az, aki elindította a visszatámadást, és ennek köszönhetően megszerezte a labdát. Utána hát nyilvánvalóan így nekünk innen ez nagyon könnyű, de egy passz beindulás után fogja visszakapni a labdát, mint kés a vajba, úgy megy át a védelmen, lesről szó sem lehet, majd utána érkezik bent, ahogy te is említetted, Zabicer a gólszerző, akinek már nincs nehéz dolga, de azért ezt is biztosan értékesíti, tehát Dani Olmo volt az, aki a gól előtt kikaparta a gesztenyét a Lipcsének. Jön tehát majd a szünet után a szuperrangadó, az RB Leipzig Bayern München mérkőzés, és hát lesznek bőven hiányzók. Egyrészt ugye Alfonso Davies nyilván eltiltás miatt nem lehet majd ott, egyébként 2 mérkőzéses eltiltást kapott, és hát nem lehet ott majd Campbell sem, mert hogy megvan az 5. sárga lapja, illetve Boateng is hiányozni fog. Igen, ugye itt a meccs után beszélgettünk szerintem Faragóricsivel, hogy beállt a Bayernnek a hátsó négyese, mert nagyjából négyből lehet választani. Tehát ugye valószínűleg Alaba vagy Lukás lesz a hátvéd, a másik a belső védő, és ugye marad Züle az egyetlen jobboldali belső védő, és Pavár lesz a jobb hátvéd. Ilyen szempontból nehéz, ugye Upamecano, és azért eléggé kérdéses, hogy ő mennyire tud visszatérni, neki is van egy nagyobb sérülése, úgyhogy ezek majd azért valamennyire befolyásolják a meccset, de azt gondolom, hogy tehát amilyen formában mind a ketten vannak, mert a Lipcsét is így gondolom, nem tudom elképzelni, hogy ebből ne legyen valami nagyon-nagyon jó meccs. Te mit vársz ettől a meccstől? Hát nyilván azt, hogy nagyon, nagyon szoros és jó meccs, de szerintem ez a két hiányzó, ugye Davies és Boateng a Bayernnek fájóbb, mint ugye a Lipcse hiányzói, tehát így módon azt gondolom, hogy talán még nagyobb esélye van a Lipcsének, hogy hozzon a hátrányon. Hát ők játszanak nyomás alatt abból a szempontból, hogy ha most ez elmegy, akkor nyilván nincs miről beszélni a bajnokság tekintetében. Egy picit ismét szóba hozzuk a szövetségi kapitány kérdést, egy héttel ezelőtt is beszélgettünk erről. Annyi friss információ van ezzel kapcsolatban, hogy Rummenigge bejelentette, hogy semmiféleképpen nem engedik el Hansi Flicket, tehát ő marad a Bayern München vezetőedzője. Ki jöhet akkor még szóba? Igen, ja, ami még egy ilyen ide tartozó információ, az, hogy Ralf Rangnick nem lemondta a Schalke. Ugye ez egy ilyen elég komoly, hogy Schalkében ő nem akar részt venni, és ugye ez nyilván... Ugye
olyan elindítatna olyan fajta spekulációkat, hogy akkor ő a német válogatottnál. Én nem gondolnám, ugye múlt heti adásban is kizártam őt a jelöltek közül, egyszerűen túl nagy hatáskört szeretne, és az ugye alapvetően Oliver Bierhoff lesz az, aki ezt eldönti. És ha Flick sincs, akkor azért elég nehéz, mert akkor nagyon valószínű, hogy Stefan Kuntz, és ugye ő az, aki ilyen átmeneti megoldás, de az így bármennyire is úgymond jól teljesít azért az U21-jel, meg ugye azért Németországon belül egy elismert játékosnak mindenképpen edzőnek is számít, de azért mondjuk messze van a top megoldások. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk négy német edző van a BL legjobb 8 között, oké, most ebben Edin Terzic is benne van, de ugye ott van Klopp, tehát hogy azért semmiképpen nem számolna mondjuk Stefan Kunzot mondjuk az első 10 legjobba. Jön a válogatott szünet, és hát ugye a mieink Lengyelországgal találkoznak majd, a lengyel válogatottban pedig ott lesz Robert Lewandowski. De szerencsére magyar játékos is nyújtott nagyszerű teljesítményt a hétvégén a Bundesligában. Salai Roland ugyanis gólt szerzett az Augsburg elleni találkozón, amit a csapata végül is 2-0-ra megnyert. Salai az első gól. Hát végignéztük tegnap az első fél időt ezen a mérkőzésen, sok helyzet nem volt, talán másfél, ebből kettőt meg tudtunk mutatni. És ugye azt emeltük ki, hogy kéne egy olyan játékos, aki egy váratlant húz, nem volt váratlan. És ugye eljött a második fél. Számukra nem volt váratlan, igen, hogy Salai Roland lesz az, így aki van, váratlan és nem húz. Volt, mert benne van az, amit többször is kiemeltünk, hogy benne van az talán csak ebbe a csapatba, aki váratlan tud húzni. Nyilván mondhatjuk azt, hogy nem nagy dolog bepasszolni onnan, de maga, hogy felismeri azt a helyzetet, az alatt a század másodperc alatt ott a védők között, hogy van ott egy rés, ahol el lehet passzolni. Nagyon kellenek a csapatnak Salai, nagyon kell nekünk, ugye a válogatottban is, és hál' Istennek jó, ismét jó formában. Ez a hatodik gólja, bajnoki gólja, a harmadik legjobb góllövője a csapatának, úgyhogy azért ugye jó néhány meccset ki kellett hagyni a sérülés miatt, és innentől kezdve azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy ő stabil kezdőjátékosa ennek az együttesnek. A sérülés után először pár meccsen csere volt, aztán visszaverekedte magát a kezdőbe. Igen, még egy van, amit a váratlanhoz, hogy ezért Christian Günthert mellett nem menjünk el, mert ugye az, hogy ő ugye nem került oda a német válogatottba mostanában, azért elég váratlan tudott ezen a meccsen, mert ilyen szlalomokra azért tőle nem szoktunk, látni. De Sallaira visszatérve, szerintem folytatja, ugye nagyon jól látni, hogy folytatja azt a letisztult játékot, szerintem azt jól mondta Petr András a közvetítés alatt, ugye, ami az interjúra reflektálva, hogy az elején túl sokat akar csinálni, tehát nagyon sokszor éreztem vele kapcsolatban, főleg még az első két szezonban, hogy túl sokat akar, most pedig a maximumot próbálja kihozni abból a lehetőségből. Tehát nagyon jók az első labda érintése, ugye itt is ugye Gumni volt, egy-egyben őt kétszer-háromszor megverte, Udoká is kapott róla a sárgát, Caligiuri is, és lehetett látni a frusztrációt az Augsburg játékosok, ahogy nem tudják a szabályosan szerelni, igazából nem is nagyon volt, egyszer-kétszer talán ellökték, ugye volt két jó védekező megmozdulása is, és hát ugye ez a gól, ami ugye a legfontosabb a Freiburgnál, mert ugye nekik ezek a meccsek nehezek, amikor lehetett látni, hogy az Augsburg nem fog első szándékból focizni, és a Freiburgnak kell labdát birtokolnia, és megjátszani, és ezekbe ő tényleg nagyon fontos, mert ő az, aki valamiféle, ahogy Attila is mondta, váratlan dolgot tud csinálni, valamiféle kreatív dolgot tud csinálni, és ezeket egyre jobb százalékban értékesít. Ez a következő lépés neki, hogy ezekből a szép dolgokból, amiket ugye hasznosan is csinál, ezekből gólok legyenek, és ebbe a szezonban szerintem ezért ugrott nagyon nagy szintet, és nyilván a következő dolog, hogyha ő eljut egy ilyen 10, tehát egy ilyen 8-10 gól, amit én is mondtam, hogy szeretnénk, akkor ott ugye hiába a hosszabbítás, ugye, ami volt most, akkor valami még több is kijöhet belőle. A Freiburg egyébként a 8. helyen áll, mindössze 3 pontra van az együttes számára a nemzetközi kupaindulás jelen pillanatban. Szünet következik itt a Germániában, aztán belekezdünk a harcba BL helyekért, ezzel folytatjuk rövidesen. Folytatjuk a Germániát, megbeszéltük, hogy hogyan teljesített az RB Leipzig, illetve a Bayern München együttese a hétvégén. Most jönnek azok az együttesek, amelyek szintén a Bajnokok Ligája indulásért küzdenek. A Dortmunddal kezdünk majd, ők egyébként nem nyertek a hétvégén, 2-2-es döntetlent játszott az együttes a Kölnnel. Holland főszereplő volt, róla majd a sorsával kapcsolatban beszélgetünk elsősorban, mert nagy kérdés, hogy meg tudja őt tartani a Borussia Dortmund együttese. Aztán Dárdai Pálékról is szó lesz, nagyszerű teljesítmény nyújtott a Hertha a
hétvégén. SMS-ben, e-mailen, a Facebookon, illetve a Twitteren szólhatnak hozzánk. A Dortmunddal kapcsolatban írjanak nekünk, meg lesz a BL hely az együttesnek, illetve mi lesz Erling Haalanddal. Mutatjuk a legszebb gólokat, várjuk a szavazatokat ezekkel kapcsolatban is. Gnabry, Silva, illetve Zéfőjük gólja a legszebbek között. Ezúttal voksoljanak a képernyőn látható felületeken, és szavazzák meg, hogy melyik a legszebb találata a 26. fordulónak. Attila, nálad mely? Hát nekem Zéfőjük gólra tetszett a legjobban. Ritkán látható nagy gólt rúgtak Berlinben. Nekem az az első. Köszönöm szépen. Folytatjuk akkor a Borussia Dortmunddal. A csapat 2-2-es döntetlent játszott a hétvégén a Kölnnel. Mutatjuk, hogy hogyan áll most a tabella, a Bayern és a Leipzig külön csatát vív a bajnoki címért, és hát a BL-re pedig a Wolfsburg, a Frankfurt, a Dortmund, illetve mondjuk a Leverkusen pályázik még. Mi tehát most a Borussia Dortmunddal indítunk. Milyen esélyekkel küzd a csapat a bajnokok ligája helyezésért? Mi lesz Erling Haalanddal? Ez a nagy kérdés. Egyébként a Dortmund két gólját szerezte a hétvégén, és hát rendkívül ideges volt a találkozó végén, hogy nem sikerült megnyerni ezt az összecsapást. Igen, pedig ugye a végén kellett egyenlíteni ők, de nagyon érdekes meccs volt, mert az első 15 perc alapján ugye nem csak ez a... Tehát úgy állt fel a Köln, hogy teljesen szabadon hagyták Csánnak és Hummelsnek ezeket a hosszú indításokat, és a Dortmund megcsinálta a váltásokat. Brandtal, Reinának nagyon jó visszamozgásai voltak, itt jól lehet látni, hogy ugye Bellingham és Reina mennyien jönnek vissza, és Haaland pedig a két védő közé tud beindulni, és ezekből voltak helyzeteik, aztán ugye Hazardnak is volt egy óriási, és igazából simán lehetett volna 2-3-0 az első 15 percben, és akkor vége van a meccsnek. Majd aztán Gisdol és Dominik Drexlerrel volt egy beszélgetése, aki az egyik csatára, és akkor mondták, hogy akkor hát lehet, hogy kicsit feljebb kellene menni, és nagyobb nyomást tenni, és akkor onnantól kezdve meg egy másik meccs. Lehet látni, hogy ez még ugyanaz, hogy ugye Haalandot beindítják a védelem mögé, és megint egy óriási helyzet. Nyilván ezek miatt frusztrált, mert ő ezeket beszokta rugni, de itt igazából az első, harmadik percben berúgta, és onnantól kezdve minden kimaradt neki, majd a végén jött ugye ez a Knauf-féle gólpassz, ugye itt is kapufát is fejelt, szóval nagyon furcsa meccs volt, és ugye megint jöttek azok a szokásos dortmundi hibák, ugye Bellinghamnek a kezezése, Minier-nek a hibája a gólnál, ami egy könnyen nyerhető meccsből lett egy végülis bravúros pontmentés a végére. 4 pontra van a Bajnokok Ligája jelenleg a Dortmundnak, meg lesz szerinted? Hát erősen kétséges, hogy így mondjam, és szerintem Haaland amellett, hogy a helyzetei sem mentek be, szerintem emiatt is lehetett frusztrált, ugye a végén 14 másodperccel a lefújás után bent volt van az öltöző folyosón. Tehát azt gondolom, hogy inkább nem. Tehát hogyha ez így lehet találgatásnak venni, vagy véleménynek, szerintem inkább nem fognak odaérni, és ezt érzi ő is. Nyilván jó játékos. És akkor a jövőre dortmundi játékos lesz? Hát eladni nem fogják, szerintem, mert hogyha most őt ebből a Dortmundból eladják, egyébként azt hiszem, hogy még 2 éves szerződése biztos, hogy van, nem? 24, hogy van? 24-ig van, talán ugye. Hát eladni nem fogják, azt gondolom, ez is frusztrálhatja, hogy tudja, hogy ha ők nem indulnak be ebből, neki itt kell maradni. De az miért borítékolható, hogy nem fogják? Hogy? Egyébként miért gondolod, hogy nem fogják eladni? Hát ebben a csapatban gyakorlatilag, ha őt kivesszük, akkor óriási gyengül.
Én szerintem őt nem fogják elengedni. Hát meg nyilván Barca, Real, Chelsea. Hát ugye az a nehéz, hogy egy nyáron Sanchót és Haalandot eladni, ugye az ugye Sancho is majd csak április közepén jön majd vissza a City ellen, tehát ugye azért az is elég nagy érvágás. Ugye volt, tehát az nem tudunk pontosan, hogy mennyi ez a kivásárlási ár, és mikor lehet. Ugye, meg hogy most ugye mikor árak millió, ugye, de talán 120 millió volt a legutóbbi, amit hallottam, hogy idén nyáron, hogyha valaki annyit letesz érte, akkor az amelyet, ugye nyilván Dortmundnak inkább az, hogy el kell adni a Haalandot, az a kérdés, mert hogyha nincs meg a BL indulás, akkor az egy ilyen 75 millió mínusz, és ugye azt a Dortmund azt nem tudja, mert ugye a költségvetésekben az elmúlt években folyamatosan bele vannak előre kalkulálva ezek, hogy ők BL résztvevők, és ugye ezért ez a minimális cél mindig. Az biztos, hogy az a legrosszabb forgatókönyv, hogyha mind a ketten elmennek Sanchoval, akiért ugye továbbra is ezt a 80-100 millió körül összeget szeretnének. Én azt gondolom, hogy nyilván szögezzük le, hogy semmi kedve nem lesz az Európa Ligában, vagy az Európa Konferencia Ligában focizni Haalandnak, bármennyire is nekünk biztos, hogy teljesen jó olyan nőt ott látni a Sport TV-nek a képernyőjén, de az ő pályafutása, ő ezt nyilván egy ilyen visszalépésnek élné meg, és amennyire tudatosan ő építi, és ugye Raiola az ügynöket, tehát nem hiszem el, tehát biztos, hogy tehát ugye ott volt Raiola, amikor kidobálta a székeket a dortmundi konferenciateremben, mert Mkhitaryannek nem akartak nagyobb szerződést adni, tehát hogyha Mkhitaryan ilyen szemben nem akkora játékos, na most akkor mekkora balhé lesz, hogyha Haalandnak mondjuk az Európa Ligába kell fociznia. Nagyon kiemelkedik a csapatból, és Ábel mondta, hogy valószínűleg magára haragudott, de nincs vajon feszültség egyébként a csapaton belül ezzel kapcsolatban? Lehet, ő... Tehát ő mindent megtesz, mi a helyzet? Igen, de az érzékelhető nála, ami egyébként minden hatalmas nagy sztárnál eljön egyszer, főleg hogyha gólvágó, hogy jön az ego, jön az a fajta önzőség, ami kell egy csatárnál, kell egy jó csatárnál, mert anélkül nincs jó csatár, de hogy ez nem billene át, nem lesz ez ugye a közösségben, a csapatban esetleg egy olyan fajta önzőség, ami nem tetszik ugye a csapatnak. Semmilyen jel nincs egyelőre, és ugye a Dortmundiak is azt mondták, ugye Terzic is mondta, hogy ő örül ennek, hogy valaki ennyire akarja. Tovább kell lépnünk. A góllövő lista első négy helyezettjében mindenki betalált, úgyhogy akkor térjünk rá André Silvára. Ő is duplázott ebben a fordulóban. A Frankfurt az Union Berlin ellen lépett pályára, és 5-2-re győzött az együttes. Hát főleg tehát André Silva vezérletével. Ebben a helyzetben, amitben most éppen láthatjuk a frankfurtiakat, akkor talán borítókotól lenne, hogy mindenki azt gondolná, hogy akár egy rövid passzal, vagy akár egy hosszú passzal egyből játékba hozza a társát a középpályás, és akkor megyünk az ellenfél kapuja felé. Hát ez nem így van, mert már megszoktuk a Frankfurttól, hogy használják azt a félelmetes baloldalukat, ahol Kostić, mert láthatjuk azt is, hogy milyen gyorsan futja le ellenfelét, hát a klasszikus 4 méter hátrányból 4 méter előnyt fog kovácsolni, ő fog itt elindulni a baloldalon, és ugye egyből jön, mert ehhez már gyakorlatilag hozzá szoktunk, hogy ez a játék a Frankfurtnál. Ugye itt, amit említettem, a 4 méter hátrányból 4 méter előny lett, majd utána jön a passz. Ez sem könnyű egyébként egy ilyen hatalmas sprint után becenterezni. Tehát egy klasszikus olyan Frankfurt gól láthatunk, amit ugye André Silva szerez, ahol kihasználták ismét a bal oldalukat. Három nyeretlen mérkőzés után tudott újra győzni a Frankfurt együttes, milyen teljesítményt nyújtottak ezen a meccsen? Hát az első fél idő az szerintem az egyik legszórakoztatóbb Bundesliga meccs volt, mert ugye megcsinálták ezt a dupla tízest, amit játszanak, ugye alapvetően nem Younes-szel és Kamadával, ugye Younes nem volt, így Jovic volt az egyik, és nagyon-nagyon nehezen tudott ezzel mit kezdeni az Union ezekkel a visszalépésekkel, és jöttek a középpályáról Gibrilso, oldalról Barkok és Kostić a felfutásokkal, és félelmetes volt ez a négy gól, az a sebesség, ahogy ők játszottak, illetve egyébként labdabirtoklásban is nagyon-nagyon jól nézett ki a Frankfurt. Aztán ugye a 60. perctől így az Union is jobban belejött a meccsbe így Kruse által, de kicsit azt éreztem ezeknél, hogy nagyon-nagyon könnyen jöttek ezek a Frankfurt gólok, tehát hogy azért általában nekik nem mindig jön ilyen könnyen, ugye Silvának is, és talán Lute is, ezt lehet, hogy Attila jobban meg tudja hitelni, hogy Lute is talán tehetett volna többet ezeknél a góloknál, nyilván nem az előzőnél, de voltak itt olyan dolgok. Úgyhogy ez volt ez az érdekes
érdekesség a Frankfurtban, hogy a 60 percig szerintem csodálatosan néztek ki, és akkor utána igazából kicsit ellaposodott a meccs, mert az Uniónnak kellett volna támadnia, és azért az annyira nekik nem áll jól a labdabirtoklás, hogy talán Schlotterbecknek voltak jó megmozdulásai, meg hogy Kruse-nek ezek a kimozgásai a bal szélre, azokból tudtak helyzeteket csinálni, és egyébként viszont rengeteg nagy helyzetük volt, tehát az a furcsa, hogy Poyan Palu, amit kihagyott az első 60 perc alatt, az hihetetlen volt, és utána is a végén Andrić, majd róla beszélünk majd, hogy ennek a találkozónak miért a negatív hőse, mert neki is a végén volt két óriás helyzete, úgyhogy tulajdonképpen a végén még ilyen furcsa azt mondani, hogy 5-2-es meccsen, hogy még szerencséje volt a Frankfurtnak, de szerencséje volt, hogy az elején akkor előnyre tettek szert, hogy már nem lehetett őket behozni. Weghorst is szerzett gólt a fordulóban, a Wolfsburg 2-1-re győzött a Werder Bremen vendégeként, a csapat az utolsó 12 meccséből mindössze egyszer kapott ki, úgyhogy nem véletlen, hogy annyira előkelő helyen áll a tabellán. Hol zárnak majd vajon? Hát ugye amikor azt mondtam, hogy nem, tehát inkább nem ér oda a Dortmund, akkor én erre gondoltam, ugye most nyilván nem az egész mérkőzésen a Frankfurt, de azért annak az elején, de varázslatos volt, tehát nagyon jönnek. Hát ugye látjuk a Wolfsburgot, tényleg ellenállhatatlanul törnek előre, tehát ezért gondoltam azt, hogy a Dortmund, ahogy most kinéz, inkább nem ér oda, tehát inkább a kettő csapat közül, az előbb említett két csapat közül érnek majd oda. Egyébként nem hívták őt meg a holland válogatott keretébe. Ki lesz a harmadik, negyedik? Csak nagyon gyorsan. Én is azt mondom, hogy a Wolfsburg a harmadik és a Frankfurt a negyedik. Ugye Dortmund ott továbbra is, a múltkor is 50%-at voltam, most már inkább ilyen 40-35 között. Itt láthatjuk egyébként, hogy milyen sorsdöntő meccsek következnek még ezek között a csapatok között a hátralévő fordulókban. A 27. játéknapon, tehát a válogatott szünet után Dortmund-Frankfurt összecsapást rendeznek, emellett egyébként ugye Leipzig a Bayern fogadja majd egy kis reklám, aztán jövünk vissza, azokról a csapatokról lesz majd szó, akik a kiesés elkerüléséért harcolnak. Nagyon jó hétvégét zártak azok az együttesek a Bundesligában, amelyekben van magyar játékos vagy edző. Salai Roland gólját láttuk már, rövidesen Dárdai Hertájáról beszélgetünk, a csapat 3-0-ra győzött a Leverkusen ellen, és a Mainz együttese is nyerni tudott a hétvégén. Úgyhogy lássuk, hogy akkor mindezek hogyan befolyásolták az alsóházat. Ugye megbeszéltük már, hogy a Bielefeld nem szerzett pontot, a Köln pedig ugye egyet a Dortmund ellen. A Hertha és a Mainz pedig győzött, 14. a berlini csapat, 15. a Mainz, 16. helyen van a Köln együttese, illetve Bielefeld Schalke a további sorrend. Nagyszerű meccset játszott a Hertha Leverkusennel. Azt hiszem, hogy Dárdai visszatérése óta nyilván nem kérdés, hogy ez volt a csapat legjobb mérkőzése. Igen, nyilván annak nagyszerű, aki ugye azt gondolta, hogy a Hertha nyer, én ugye pont azt hiszem, Monc Attilával beszélgettük, hogy... Most magyar szemszögből mondom. Persze, hogy nem nyernek, úgyhogy innentől is megemelném a kalapomat a szakértelme ellen, mert ugye mondjuk én sem láttam jönni, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, hogy a Leverkusen a Bielefeld után még egy ilyen, talán még rosszabb teljesítményt nyújt, amit mondjuk Tapsoba, aki szerintem egyik kedvenc védőm, és 40-50 millió körül van az értéke, ezen a meccsen csinált, tehát az elképesztően rossz volt. Ugye itt a visszatámadás, a szegény Charles Aránguiz tényleg nyugdíjaztatta magát szerintem, vagy hát Kunja nyugdíjaztatta, mert Kunja ugye, ami az egyik legjobb kvalitása az, hogy ő a labdát tényleg cipeli a saját 16-osától az ellenfélig, és ugye itt ellenfél ötöseig lehetett vinni, mert egy embert kellett kicseleznie, és azt általában meg is tette, és utána jöttek ezek a hihetetlen jó kontrák Cordobával, Luke Bacchioval, tehát tényleg abszolút ült ez volt a fajta klasszikus dárdai csapat, amelyik ugye kontrázik, kevés kaprólövés lesz, azokból mind szinte nagy helyzet, és ez teljesen ült a Leverkusen, aki meg szerintem az első félidőben talán azt éreztem, hogy rossz felállásban is mentek előre, a másodikban már ezzel a három védővel már jobban tudták ezeket valamennyire levédekezni, meg talán nem is fejezték be ugye a hertások a helyzeteket, de az, hogy 13 kaprólövésből 10 találjon kaput, az elég sokat elmond arról, hogy ezek milyen minőségű helyzetek voltak, mennyire kevés védő volt ott hátrafelé.
Célfutballt játszott a Hertha, és ez bejött, nagyon jól működött, eredményesen sikerült ezt játszani, és beszéltünk arról tegnap, hogy lehet, hogy ez lesz az a találkozó, amit picit átfordítja majd a szerencsét is. Simán lehet, ezek léteznek, ezek a dolgok, amik megfoghatatlanok, és valóban kell egy löket, hogy ez pozitívra váltson, azt gondolom, hogy simán lehet, hogy ez volt az a meccs. Nyilván egy győzelem az egy dolog, de az, ahogy történt, az meg a másik. Tehát valóban lehengerlő volt a Herthának ez a győzelme, nyilván, ahogy Ábel elmondta, kellett hozzá a Leverkusennek a gyenge játéka, kellett az, hogy a helyzetkihasználás nagyon nagy százalékú volt, tehát egyből rögtön az elején egy gól utána tudták játszani rögtön a védekező kontra, tehát sok minden alájátszott, de lehengerlő volt, és jó volt ez nézni, és lehet, hogy ez lesz. Az, hát ugye a tervek szerint Dárdai úgy számolta ezzel a meccsel együtt, ugye három meccsből, hogy 4 pont, ebből már 3 elég megvan. Jól. Tehát előre dolgoztak, mert nem hiszem, hogy ezt a meccset egyébként ők 3 ponttal számolták. Egyébként 9 meccs után ez volt az első olyan bajnoki a Herthának, amelyen nem kapott gólt. Nézzük a Mainzot, szintén meglepetés győzelmet aratott az együttesben, nem tudom mekkora meglepetés, hogy mégis a Hoffenheim vendégeként sikerült nyerni, abszolút megérdemelt volt a mérkőzés képe alapján. Sajnos Szalai Ádám ezúttal nem kapott lehetőséget. Nyilván nagyban befolyásolta az a meccs végét, hogy 25 másodperc után sikerült betalálni. Meg úgy az első 3 percben, hogy kb. 3 zicsere volt a Hoffenheim. Igen, vezethettek volna. Hát az, amit ugye elmondtunk talán arról, hogy Peter Boschnak az állása eléggé veszélyben van a Leverkusenben, mert talán a szezon leggyengébb produkció volt, azt ugyanezt elmondta Sebastian Hoeneß, hogy akit szintén a kirúgás veszélye fenyeget, de egyébként dicsérjük a Mainzot, mert Bo Svensson mióta átvette, egy nagyon-nagyon kellemetlen csapat, tehát tényleg azt a pressinget, amit csinálják azzal az intenzitással, az tényleg példanélküli, és majdnem mindenki, tehát a Hoffenheimnek sokkal jobb képességű csapatok is megszenvednek ellenük. Itt igazából én ezt láttam, hogy a Hoffenheimnek ez a labdabirtoklós játéka, ugye 2 olyan védővel, Grilic és Vogt, akik azért az előrejátékban jók, nem feltétlenül a rögzített szituációknál tudjuk, hogy tavaly óta, hogy mennyire nem jó Kevin Vogt például, de ez, hogy így teljesen, és ugye Dominikor úgy jut fejeshez, hogy a 16-ostól kezdve besétált teljesen üresen, és végig üresen van. Tehát ezeket nehéz úgymond elmagyarázni, hogy ez miért történik, tehát nyilván ilyenkor az edző kérdés merül fel mindig. A Mainz a legutóbbi 7 meccséből mindössze 1-szer szenvedett vereséget, 14 pontot szerzett a csapat ezeken a találkozókon, ősszel egyébként összesen 7-et, úgyhogy hát tavasszal, mintha egy megújult együttest látnánk. A hideg zuhany következik, ezzel zárjuk a Germániát. Az év öngólja jön elsőként, Ábel már utalt rá, hogy nem Andrić találkozója volt ez a Frankfurt Union Berlin mérkőzés. Nézzük akkor, hogy mi történt. Én nem tudom, tehát én azóta is próbálom megfejteni, hogy Attila, neked kell megmagyarázni. Vakon passzolja és nyomja a kontrollára a passzbetűt. Igen, ez egy alapszitu, hogy ugye kapura nem adunk haza. Egyébként szerintem a kapus jól mozgott, tehát nyilvánvalóan segített azzal, hogy ugye elhagyta a kapuját, és a jobb kapufa mellett kérte a labdát, és amit láthatunk itt, hogy felnéz előtte, tehát még nem is vakon ad haza. Még nem is volt akkor a nyomás alatt, mert ugye elcsúszott Kamadát. Olyan megmagyarázhatatlan, hogy ez hogy alakult. És hát volt még egy kapufája is, úgyhogy hát két óriási helyzet volt itt a 90. percben. Nem ez volt számára az év meccse. Igen, mert hogyha mondjuk egy ide, egy oda, akkor azt mondják, hogy végül is belefér. Lépjünk tovább, nézzük, hogy mi történt a Schalke Gladbach összecsapáson. Hát itt Renault teljesítményét kell most véleményezned. Hát itt az a helyzet, hogyha nem egy látványos vetődés szeretett volna, csak egyszerűen fölé tolja, akkor túl vagyunk rajta, de itt a probléma az volt, hogy nem fogta meg. Tehát nem volt az övé a labda a levegőben sem, és akkor utána már ugye jön a pánik, az ember odakap, hogy segítsen, hogy az esély ilyen van. Hát szerencsétlenül néz ki, valóban egy oldal lépés fölé tol, és akkor fölállunk a szöglethez, de hát ezt előre nem lehetett tudni, nem nézett ki jól. Egyébként a Gladbach 3-0-ra megnyerte ezt a meccset, még Plea kihagyott helyzete is befért ebbe a rovatba, és közben azért arról mindenféleképpen beszéljünk, hogy Xabi Alonso neve felmerült, mint Marco Rose utóda. Igen, ez ugye a mai hír, hogy ugye Gladbach keresi az új edzőjét, és ugye Xabi Alonso, mint ugye a Bundesligát meggyárt, és ugye alapvetően a
pozíciós Guardiola féle focit kedvelő edző, aki ugye most a Real Sociedad B csapatánál egyébként vezetik a harmadosztályt, és nagyon szemre tetszetős focit is játszanak, úgyhogy beleillik szerintem a Gladbach stílusba, és ilyen Max Ebert amúgy is nagyon sokra tartom, és tetszik ez, amikor ugye nem egy olyan emberbe gondolkoznak, aki már volt Bundesliga edző, hanem valaki újba és fiatal, és szerintem nagyon, és egyébként a marketing értéke és a futball értéke szerintem mindenképpen csodálatos húzás lenne. Beválhat. De abszolút egy pozitív személyiség, ismeri a Bundesligát, tehát már maga a választás is szerintem oké. És azt gondolom, hogy úgy, hogy nézzük most ugye a Real Sociedadnak a második csapatát, szerintem hatékony is tud majd lenni. Nézzük meg a forduló legnagyobb védéseit, Attila válogatta össze. Hát ugye előbb néztük Renault, hogy nem sikerült neki, de egyébként előtte egy perce, mert ebből a szögletből lett egyébként az ügyetlen gól. Tehát előtte azért volt egy védés, egy távoli védést ütött szögletre, tehát Renault-nak nem csak az a rosszul sikeredett védése volt, hanem volt nagyobb is. Ő lett a harmadik, a második Florian Müller, aki szintén egy távoli lövést hárít a Freiburg kapusa. Nyilvánvalóan lényeges volt ez, hogy meccsben tartja a csapatát, talán innen vagy hátulról, a hátsó kamerálásból innen lehet azért azt látni, hogy kikaparta a balassobot, tehát szépen teljesített. Stefan Ortega lett az első, ugye volt már, amikor fejjel próbált védeni, de nem sikerült, emlékeztek rá, hát ez egy elképesztő nagy reflexvédés, közelről jön, nagyon erős, bátran, ugye beleáll, ő nyerte nálam a kapusoknak a versenyét ezen a hétvégén. Ortégáé tehát a forduló védése, most pedig más sorrendben jöhetnek a gólok. Igen, ugye a harmadik helyen André Silva lesz, de ugye ez inkább ez a csapatgól, amit láthattunk, mert hogy amennyi, ugye itt megint ez a Kamada-Jovic dupla tízes, amelyik vonalak között megbontja őket, jönnek a kis passzok. Nekem nagyon tetszik ez a befejezés Silvától, mert ilyen, tehát ez abból a helyzetből abszolút nem lenne indokolt, hogy ő ilyen lazán és pontosan befejezze, de ugye a Barkoknak a passza, amit Jovic is, ahogy tovább teszi, a kiugratás is, ugye az egész, tehát ez ami nem gondolna az ember, hogy a Frankfurt ilyen gólokat is tud lőni, de és ehhez kell egy Silva, aki ezeket azért úgy befejezi, tehát lehet, hogy az akció nem annyira szép, hogyha nem ez a befejezése. Itt Zéfújkot én csak a második helyre raktam, mert tulajdonképpen azért, mert nem voltam 100%-ig benne biztos, hogy ez teljesen tudatos lett volna, mert azért abból a helyzetből akár beadás is lehetett volna, úgyhogy inkább ezért, meg talán azért, mert az első helyen ez a Bayern gól, ami egyrészt az, hogy már előtte is, hát onnan az akció indul, már az is egy csodálatos átmenet, de abból utána, hogy Attila jól kijelenezte, hogy még tényleg a legkacifántosabb és a legszemre tetszetősebb dolgot választják, és az ilyen szépen bejön ugye Müller és Zané és Gnabry-ban, az amiatt nagyon izgalmas, és azért nálam azért ez az első. De kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti mit gondoltok. Hát a nézőink szerint is ez az első, ezt abszolút nagy fölénye győzött Gnabry találata. Nyilván nagyon sok Bayern szurkoló van Magyarországon, és hát ugyanez a sorrend egyébként a második Zéfőké, a harmadik pedig André Silvái. Köszönjük szépen a szavazatokat. Nézzük a fantasyt, láthatjuk a 26. forduló legjobbját, illetve az összesített állást is mutatjuk, a szokásos kis tabellát. Válogatott szünet következik, úgyhogy egy hét múlva nem lesz Germánia, de amint folytatódnak a küzdelmek a Bundesligában, akkor ismét jelentkezünk két nagy rangadó a 27. fordulóban, úgyhogy várjuk majd akkor is önöket. Ábel, Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak. További szép estét, viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra.